Mester okleveleket adtak át a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában november 25-én. A legtöbben mostani, sikeres vizsgájuk után kapták meg ezt az oklevelet, de volt, aki már évtizedek óta dolgozik szakmájában mesterként. Nekik ebből az alkalomból adtak át elismeréseket. Ez egy folyamatosságnak a következménye, és azért még a nehéz gazdasági helyzetben is, a Covid alatt is, a mester képzések folyamatosan mentek, sőt a mestervizsga is, és hát a mesteroklevelek is elkészültek, és átlettek adva ünnepélyesen, tehát meg tudtuk oldani. És fontosnak tartanám, hogy a minőségi változást a mesterképzésekben gyakorlatilag az az oktatógárda, aki felkészítik őket, azok most mintha komolyabban, nagyobb tudással, nagyobb energia ráfordítással végzik, és ez meg is látszik majd a mestereken is, hogy ők is jobb felkészültséggel jönnek. Azt is hozzá kell tenni, ugye, hogy ők most felnőttek. Ők már dolgoznak, komoly emberek, és saját akaratukból jönnek. Tehát a továbbképzés, az önképzés, azt ők fontosnak tartják, és mivel nincsenek olyan képző, önképző tanfolyamok, amiken igazából részt tudnának venni, ez egy komoly lépcsőfok arra, hogy az önképzés is legyen, hát és a mesterstársadalom példaképei legyenek, mert azért ők dolgoznak, és az új technológiákat tudják követni, az új gazdasági szemléleteket, valamint én úgy gondolom, hogy a megélhetésükbe is úgy érzik, hogy hosszú távú gondolkodásba ez elengedhetetlen. Gulácsi János neve nem csak itthon, de az ország határokon kívül is jól cseng. 400 templomban működnek az általa kifejlesztett szerkezetek. Európában ő épített először kvarcórát templomtoronyba. Ő aranykoszorús mestercímet kapott. 64-ben kaptam a mesterlevelet. Akkor én voltam a városban a legfiatalabb, aki mesterlevéllel rendelkezett, és utána most meg kiderült, hogy én vagyok a legöregebb, aki még gyakorol, illetve még gyakorolja a szakmát. Ugyanis hát én még a nyugdíj után én nem hagytam abba, és még ma is járom, még 1000 kilométereket megyek egy héten. És most tegnap is a Tiszaparton voltunk, ott végigjártunk néhány tornyot, és hát ezt tart életbe, hogy amíg nem voltam nyugdíjas, addig 8-10 órákat dolgoztam, most reggeltől estig, ameddig bírom. Sziklaidében Hajnalka fodrászmestert az eltelt másfél évtizedben végzett tevékenység elismeréseként bronzkoszorús mester címmel tüntették ki. Óriási megtiszteltetés ez minden szakmában, de ugye ez a fodrász szakmának is egy fantasztikus elismerése. Ugye ez a bronzkoszorús mesteri díj, ez a szakmában mestercím után eltöltött 10 év, és egy csomó mindennek meg kell felelni, tanulóképzés, hogy azt milyen minőségben tesszük, és egy csomó mindent, amit tudunk vállalni. És hát ez egy nagyon különleges dolog szerintem minden ember életében, ami egy nívót, egy újabb mérföldkövet jelent. És hát annak idején, hogy nem is annyira akartam én fodrász lenni, azért nagyon hálás vagyok az én mesteremnek, az ő az anyósom volt, aki ezen a pályán elindított, és egy gyönyörű dolog, mert rengeteget tudunk adni az embereknek, és hát a nőknek, főleg legjobban inkább hölgyeket szoktam szépíteni, és nagyon-nagyon sokat teszünk hozzá minden napjaikhoz. Egy mestercím mögött nagyon sok minden van. Ők a hétköznapokban a szakmai tudás csúcsát képviselik, mondta a most végzett gázfogyasztó berendezés és csőhálózatszerelők vizsgabizottságának tagja. Megfelelő szakmai tudás, tapasztalat, ugye a minimális 5 éves szakmai gyakorlat is szükséges, de ennél sokkal többet jelent a mester véleményem szerint. Nyilván itt már tanulókkal tudnak foglalkozni a szakma mesterjei nem véletlenül, és ezt gyakorlatilag folyamatosan fogják fejleszteni a technológia, ami szakmánkban amúgy is ilyen, hogy folyamatosan változik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon innovatív és módszeresen tudnak készülni. Szerintem mindenki most is a teremben olyan végignézte, mindegyik a nagy részével korábban is találkoztam már szakmában. Én úgy gondolom, hogy vannak köztük fiatalok, akik második, harmadik generációs szakmából mesterek, tehát a szüleik, nagyszüleik is ilyenek voltak. Úgy gondolom, hogy ez a nagyon jó hagyomány és hagyományteremtő is, úgyhogy és szerintem nagy mértékben erősíteni fogják a mester szakma képviselőit.
Az oklevelek átadása után a frissen mesterré avatott szakemberek nevében Major Pomozi Barbara mondott beszédet, aki kereskedőként kapta meg a mester címet. A képzés, én azt gondolom, hogy nagyon jól össze volt szervezve, nagyon sok hasznos információt kaptunk, akár szakmai, akár olyan dolgokról, amiről eddig nem is gondoltuk, hogy szükségünk lehet akármelyik szakmához. Mindegyik témakörben, mindegyik tantárgyban volt olyan, ami valaki számára biztos, hogy újdonság, illetve érdekesség volt. Én azt gondolom, hogy mindannyian találtunk olyat, amit addig nem tudtunk. A jó kereskedő az, aki szereti a szakmáját, aki szereti a vásárlókat, aki élvezi azt, amit csinál. November 25-én 39 mester, autószerelő, gázfogyasztó berendezés és csőhálózatszerelő, kereskedő, villanyszerelő vehette át a szakmatudásának legmagasabb elismerését is jelentő mesteroklevelet. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara jövőre folytatja a mestervizsga felkészítő tanfolyamok szervezését. Ezekről további információt a helyi iparkamarában kaphatnak az érdeklődők.